Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a 3 fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először is megnézzük az ő gondolatait. Az itt felül és itt alul látható. Ezen a képen ez a virág jelent egy üzenetet. Vagy azt, hogy jött egy fontos hír számára, vagy jelentheti azt is, hogy tervezi, hogy üzen neked, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy megvannak az elvárásai, és arra vár, hogy te jelentkezz nála. Itt van a tisztaság, tiszta gondolatok, tiszta érzelmek nála is, és nálad is. Ez a tisztaság és az üzenet jelentheti azt is, hogy szeretne veled valamit tisztázni. Ezek a virágos kártyák az én saját kártyáim, az ötlet, meg az, hogy melyik növény mit jelent, az tőlem származik, viszont a képeket a férjem kereste ki, ő készítette a kártyákat. És most megnézzük az ő érzelmeit. Az itt bal oldalon látható. Itt van a nevetés és a barátságok. Az lehet, hogy vannak jó barátai, ismerősei és vidámak együtt. Sőt, a barátok nyújtják a segítséget is. De az is lehet, hogy a baráti körben vannak bizonyos személyek, és kinevetik őt. És ebben az esetben közeledik hozzád, és szeretné azt, ha te vigasztalnád őt. Mit fog tenni? Az itt van jobb oldalon. Ez a kártya, illetve ez a növény azt jelenti, hogy valamit szeretne erővel fogva tartani, mint például téged. Vagy úgy gondolja, hogy te tartasz valamit fogva. Ez lehet nálad egy kapcsolat, ez lehet a munkahelyed, viszont ez nem tesz jót, ezt el kellene engedni, hiszen itt ez a kártya jelenti, hogy légy kicsit óvatos, mert amit fogva akarsz tartani, az nem tesz jót neked. Inkább legyen egy új irány, vagy legyenek változások, ami számodra örömet okoz, hiszen szívesen csinálod, örülsz ennek. És most megnézzük, hogy mit üzennek még a kártyák. Először ez az üzenet. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, tehát ő ezt ki akarja alakítani veled. Egy tartós, stabil párkapcsolatot, ez az ő üzenete. A horgony jelentheti a munkahelyet is, ez lehet egy munkahelyi szerződés például. És itt a tisztaság, mit szeretne tisztázni? Itt a sarló azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat elvág, vagy valamit elhagy. Ez lehet a munkahelyi helyzet is, vagy mindaz, ami eddig átláthatatlannak tűnt kettőtök között, ezt le akarja zárni, és ezeket a dolgokat akarja tisztázni veled. Közeledik hozzád, és te segítesz neki. Keresi veled a kapcsolatot. És itt a gólyák jelentik a változásokat. Változik a hozzáállása, változnak a körülmények. és a nevetés, hogy ő nevet, mert boldog, vagy valaki kineveti őt. Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, és ő érzi azt, hogy lesz közeledés, lesznek változások, és együtt fogtok nevetni. A baráti kör. Itt megjelenik a nyilvánosság. Ha ő fellép a nyilvánosságon, akkor találkozik barátokkal, ismerősökkel. És mit szeretnél megtartani? Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyet, hiszen ez összefügg egymással. A halak jelentik az értékeket is, mindaz, ami értékesnek tűnik számodra, azt szeretnéd megtartani. Mi az, aminek örülnél? Ez a ház, az otthonod, hiszen itt szépítesz valamit az otthonodon, vagy szeretnél kiépíteni valamit, vagy szeretnéd azt, ha lenne egy közös otthon, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy örülnél annak, ha ő meglátogatna téged. Légy óvatos. Valaki közeledik hozzád, és mond számodra valamit, de azért figyelj oda arra, hogy megbízhatsz-e ebben a személyben, azért légy kicsit óvatos, de nem róla van szó, hanem valaki másról. Amit a kép még jelenthet, például autó vagy kirándulás, ezeken a helyzeteken is légy kicsit óvatos. Lehet, hogy az anyagiak miatt. Az ő jelenlegi helyzete. Itt vannak az utak, az azt jelenti, hogy ő útban van hozzád, vagy jelentheti az ő döntéseit, hiszen lesz egy új irány, elgondolkozik azon, melyik irányba kellene lépéseket tenni, itt döntésekről van szó. És a te jelenlegi helyzeted. Itt van a lilium virág, jelenti a tisztaságot, ugyanúgy, mint itt ez a kártya. Te is szeretnél vele valamit tisztázni. Azon kívül a lilium virág utalhat szexuális témákra is. Lehet, hogy most éppen van ez a kisugárzásod. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!